Hetedik alkalommal rendezték meg városunkban a Voluta Fesztivált. A versenyzők elszántságát tükrözi az erről készült pillanatkép a Mosonvár megye címoldalán. Ismét Fleskároly nemzetközi hegedű verseny volt Moson Magyaróváron, amelyen idén egy mindössze 14 éves lány, Lara Bocskor aratta le a babérokat. A verseny részleteiről a második oldalon számol be a lap. A negyedik oldalon Rinszki Lajos András, Moson udvar polgármestere beszél a kevesebb, mint 500 fős község jövőjéről, fejlesztésekről és tervekről. Júliusban is színvonalas programokkal várják az érdeklődőket városszerte, a kiállításokról, színházi előadásokról, moziműsorról a hatodik oldalon olvashatnak. Ismét családi napot tartottak a gyermekek átmeneti otthonában, a Moson Magyaróvári Tanoda pedig a tervek szerint ez év szeptemberétől segít majd az iskolai tanulmányi munkában lemaradt diákoknak. Rajka is megemlékezett a hőseinkről, pünkösd vasárnapján ünnepi műsorral tisztelegtek a lakosok a háborúkban elhunytak előtt. Június 20-án egészségnapot tartottak a Kult utcán, amelynek során alternatív gyógymódokkal ismerkedhettek meg az érdeklődők. A hosszú csütörtökök sora egész nyáron át tart majd a magyar utcán. A sport hírek között a Futura MTE 1904 majosi esemérkőzéséről kaphatnak részletes tájékoztatást az olvasók. Moson Szent András közel 3000 vagy vagyis ingyenes fürdőbéletet adományozott városunk általános iskolás diákjainak, amelyet egész nyáron igénybe vehetnek a gyermekek. A vendégszeretetről a 16. oldalon számol be az újság, amely tehát pénteken érkezik a postaládánkba.